Körülbelül a 10-12. autó voltam, de az egyetlen magyar gyakorlatilag, hiszen nagyon sokan utaztak román, illetve olasz rendszámú autóval. Igazából magyar segítséget kértem, aki tud magyarul és tud telefonálni, én ezt meg is tettem, miután megnéztem a sérültek állapotát, illetve azt, hogy mi a helyzet, hiszen mind a két autó is tölt, tehát mindenképpen szükség volt a tűzoltókra is. Sajnos azt kell tapasztalnom, hogy a külföldi állampolgárok érthetetlen módon nagyon gyorsan elhagyták a helyszínt, függetlenül attól, hogy itt olajfolt, meg minden egyéb van az úttesten, tehát igen-igen veszélyes volt ez a helyzet, de sajnos kénytelen voltam úgy irányítani gyakorlatilag a forgalmat, hogy legalább egy-két mentő autó ide beférjen, mert itt 4x4 sávon lett volna elég.